Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Ferencváros kézilabda szakosztálya a tavaszi szívas tornáját, ezúttal a Népligetben. A versengésben a józsefvárosi Vajda Péter, a Deák Diák és a Németh László általános iskolák, a zuglói Liszt Ferenc általános iskola és a ferencvárosi Telepi Károly általános iskola mellett az Őrmezei és a Diósdi Partner Egyesületeink csapatai vettek részt. Most már harmadik éve rendezünk meg ezt a szokásos tornánkat. Örülök, hogy most sokkal jobb létszámmal jön ki, mint eddig bármikor. Három kiemelt önkormányzati partnerünk itt van, Józsefváros, Zugló és Ferencváros. Hat iskolával plusz a partner kapcsolataik is itt vannak, úgyhogy 100 fölötti a gyerek létszám. Nagyon örülünk, hogy ezt a tornát ismét meg tudtuk rendezni az iskolások számára. Megint nagyon szép számmal jöttek el a gyerekek, lányok, fiúk vegyesen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó tornát rendeztünk. Ehhez természetesen kellett az, hogy nagyon sok ügyes gyerek jöjjön el, és évről évre látszik, már tavaly megrendeztünk egy ilyet, és ugyanúgy visszajöttek azok a gyerekek is, akik már voltak tavaly, és már látszik rajtuk, hogy egy év alatt mennyit fejlődtek, tehát akár a labdakezelést nézzük, vagy a labdavezetésüket, meg hogy tényleg technikailag már mennyit haladtak előre. Én azt gondolom, hogy csak pozitívan beszélhetek erről az egészről, mert nagyon látványosan fejlődtek. Nagyon örülök, hogy ilyen bő létszámba jöttek el a gyerekek. Azt látom, hogy ez már a harmadik alkalom, amikor itt vannak, és egyre jobban játsszák a játékot, egyre nagyobb lelkesedéssel csinálják, és egyre ügyesebbek a gyerekek. Akikre én rálátok, az a Vajda Telepi és a Liszt iskolák. Óriási a fejlődés a tavalyi évhez képest is. Például volt itt egy iskola, akik tavaly nem voltak, tulajdonképpen első szivacs mérkőzésüket játszották, és már a harmadik, negyedik mérkőzésben látszott, hogy a két-három mérkőzés alatt is már mennyit tanultak, és mennyit sajátítottak el ebből a játékból, és én úgy láttam minden gyerkőcön és az edzőkön is, hogy ezt nagyon-nagyon élvezték, és remélem, hogy ezt még tudjuk tartósítani, és esetleg többször, de legalább minden évben egyszer ezt meg tudnánk rendezni. A visszajelzések nagyon jók, és örülök, hogy a nyáron az önkormányzatoknak csinálunk egy nyári tábort, amiben főleg ezeknek az iskoláknak várjuk a gyerekeit, és elég sok visszajelzést kapunk a szülőktől, úgyhogy azt gondolom, hogy már a tábor létszáma az teljes, úgyhogy nem is nagyon van már több helyünk. A töretlen fejlődés tehát jövőre egy még sikeresebb, még látványosabb tornát garantálhat.